Baranyi Négy Céveres Anna igazgató helyettes asszonnyal fogok most beszélgetni. A vegyipari és környezetvédelmi képzésekkel kapcsolatban szeretnék tájékozódni. Az iskolánkban feltétlenül nagy hagyománya van a vegyipari képzéseknek, de mind a környezetvédelmi képzéseknek is. Először nézzük a vegyipari területet. A vegyipari területnél két fontos képzési területünk van. Az egyik a vegyipari technikus, másik pedig a laboratóriumi technikus. Mind a kettőben több lehetőség rejlik. A jelenleg még érvényes OKE szerint a elágazásként a laboratóriumi technikus, általános vegyipari laboratóriumi technikusként és drog- és toxikológiai laboratóriumi technikusként is végezhet. Erre annak van lehetősége, aki most kifutó rendszerben, tavaly 13-os volt, vagy aki a mi iskolánban, vagy bármelyik más vegyipari iskolában érettségizett és vegyipari szakmacsoportba járt, és ide bekapcsolódhat. Ebben az utolsó évben van ilyen lehetőség a képzésre. Jövőre már csak a vegyipari technikus, illetve laboratóriumi technikus képzésünk lesz. Ez az új, legújabb országos képzési jegyzék szerinti képesítések. Utána még itt is további lehetőségek lesznek, hiszen ráépülésként további szakképesítések szerezhetők meg, hogyha az alapszakképesítésük megvan, és a későbbiek során műszeres analitikusként, vagy drog- és toxikológusként, vagy gyógyszerlabor technikusként végezhetnek. Ez tehát a vegyipari területünk. A környezetvédelmi területen is ketté osztanám a lehetőségeket. Az egyik azok, akik még ebben a tanévben 13-osok és jövőre végeznek, illetve azok, akik nálunk érettségiznek ebben a tanében, környezetvédelmi vízgazdálkodás szakmacsoportban, vagy bármely más iskolában az országban, környezetvédelmes vízgazdálkodás szakmacsoportban, ők a 14. évfolyamon bekapcsolhatnak, és a jövő tanévben négyféle szakképesítés közül választhatnak. Az egyik a hulladékgazdálkodó, illetve a környezetvédelmi méréstechnikus, a másik pedig a természet- és környezetvédelmi technikus, illetve a település környezetvédelmi technikus. Azt követően, aki máshol érettségizett, és most 13. évben jön a Petrikba, a mi iskolánkba, az már csak két szakképesítés közül választhat, ugyanúgy, ahogy az előbb a vegyészeknél elmondtam, az új OKE megjelenésében egy alapszakképesítés lehet a környezetvédelmi technikus, és szintén ennek ráépüléseként, szaktechnikusként jelennek meg azok a szakképesítések, amit az előbb felsoroltam, tehát lehet különni gazdálkodó szaktechnikus, környezetvédelmi mérés szaktechnikus, természetvédelmi szaktechnikus, illetve települési szaktechnikus. Ha tovább szeretnék tanulni egyetemre, van-e értelme megcsinálni a technikusi képzést? Erre azt mondom, hogy igen, mindenképpen, és nagyon sok tanulónk, aki egyetemre jelentkezett, és föl is vették egyetemre, megcsinálják, hiszen a képzésünk olyan, hogy megadja mindazt az alapot, ami megkönnyíti az egyetemen, az egyetemi tanulmányokat. A laboratóriumi gyakorlatokból, az alapágyokból olyan erőnyben vannak, amit a sima érettségével rendelkező tanulókhoz képest, hogy azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes. És itt a technikus képzésen, a laboratóriumi gyakorlatoknál olyan felszerelt laboraink vannak, olyan korszerű eszközökkel, műszerekkel felszerelt, és maga a tanítás módszere is olyan, ami csak elősegíti az egyetemi tanulmányokat, tehát mindenképpen javasolnám. De ha véletlenül, bár ez ne legyen, mégis az egyetem nem sikerül, és nagyon jó akkor, hogy egy olyan technikusi képesítéssel rendelkezik az illető, ami piacképes és amivel el tud helyezkedni. És miért pont a Petrik Lajos szakközépiskolát választák a tanulók a technikusi képzés megszerzésére? Hát miért pont a Petrik? Mert a legjobb, azt mondhatom, mind a két területen, illetve az egyik legjobb
az országban mind a két területen. Vegyész területen nem túl sok iskola van az országban. Itt a környéken, Budapesten a Pertéknek már évszázados hagyománya van, tehát mindenki ismeri ezt a nevet, és hogyha valaki belép az iskolába, és körbenéz, és mondjuk megnézi a laboratóriumunkat, megnézi a műszeres analitika laboratóriumot, annak a felszereltségét, megnézi a többi analitikát, vagy alaplaboratóriumunkat, akkor azt fogja látni, hogy igen, itt a legkorszerűbb, legjobb eszközök vannak, és valóban olyan az oktatás, hogy érdemes ide eljönni. Ma például volt egy látogatónk, és körbenézett az iskolába, és azt mondta, hogy ha más nem tanulnának meg, csak azt, hogy igen, hogyan kell egy laborba dolgozni, már annak is látja a lehetőségét, de hát természetesen itt azért azt mondhatom, hogy a nagyon jó és korszerű felszerelt laboratóriumokat tudjuk ajánlani, és nem utolsó sorban a tanárainkat, akik szakmailag felkészültek, egyetemet végzett mérnöktanárok, vagy elvégzett vegyésztanárok, környezetmérnökök, akiknek a szakmai tudása, tapasztalata azt hiszem, hogy biztosítja azt, hogy a legmagasabb szintű tudást, és hogy még miért a versenyeredményeink bizonyítják, hogy minden évben a PETÉK az országos versenyeken az élvonalban van. Köszönöm szépen az interjút! Én is köszönöm, hogy kérdeztél!